nem csak a külsőnkre érdemes odafigyelni, hanem az otthonunkra is. Ma már rengeteg olyan dekor található, ami életre kelti lakásunkat. Már is mutatjuk, maradjanak velünk! Manapság egy széles skálájú felhozatalunk van az üres csupaszfalak dekorálására. Ebben a kategóriában tartoznak a festmények, a fali órák, akár faldekorációk is. Egy jól kiválasztott festmény, ami igazából egy központi dekoráció lehet abban a szobában. Itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy hogyan választjuk ki ezt a dekort. Megfeleljen színben, megfeleljen méretben, ne zsúfoljuk nagyon túl a falat. Akkor ugyancsak ide tartoznak az anyagok is, amik szintén dekorációk lehetnek. Egy jól kiválasztott függöny, megsötétítő. A bútor dekorálással kapcsolatban megmaradnak a régi elemek, amiket úgymond különböző tárgyakkal tudunk felújítani, különböző dekorációs elemekkel. Ide tartoznak például a vázák, az anyagok, az abroszok, amivel szintén dekorálhatunk ünnepi asztaltól elkezdve, akár egy mindennapi ebédnél is lehet különféle abroszokat felhasználni dekorálásra. Hogyha lakásunkban mindenféle szempontból összhangot szeretnénk teremteni, akkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy milyen színeket használunk, hogyan kombináljuk össze őket, és milyen kontrasztot használunk. Nem szabad nagyon túl zsufolni és többféle színt használni. Ezt valahogy úgy kell összehozni, hogy egy kellemes hangulatot teremtsünk a meglévő helyiségben. A 2019-es év trendje folytatódik 2020-ban is, úgymond a kockás, ami nálunk megtalálható takarókban, abroszokban, kiegészítő konyhai kellékekben. A napokban szavazták meg a 2020-as év színét, ami a klasszikus kék nevet kapta. Órákig tudnánk válogatni, annyira széles a választék. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra várom Önöket, viszontlátásra!